A Magyarországi Keresztény Egyházak és a Billy Graham Evangelizációs Társaság együttműködésében 2012. június 1 és 3 a között kerül megrendezésre a Reménység a Paplászó Budapest Sportarénában. Ezzel kapcsolatban kérdeztünk meg több pécsi gyülekezetvezetőt. Mi a Reménység Fesztivál célja? Egyrészt az, hogy mozgósítsa a keresztényeket az összkereszténységre gondolunk, itt nem csak néhány ember vagy néhány felekezetet, hanem minden keresztény felekezetre vonatkozik ez. Hiszen közös feladatunk az a bizonyos dolgokban különböző gondolkodás mellett, hogy az evangéliumot, Isten üzenetét hirdessük, és ebben a témában szeretnénk minden felekezetből mozgósítani azokat, akik szeretnének részt venni ebben. Minden jelentős felekezet részt vesz benne, és hogyha átnézzük, akkor tulajdonképpen a magyar kereszténységnek a túlnyomó többségét fedezi az a réteg, amelyik részt vesz ebben az evangelizációban. Célja ennek a Reménység Fesztiválnak, hogy megszólítson minél több embert. Meggyőződésünk az, hogy a mai embernek is szüksége van arra az evangéliumra, amit Isten már 2000 évvel ezelőtt adott nekünk, mert hát az ő jó üzenete, az ő segítsége, támogatása, eligazítást ad nekünk az életben, és erre szükségünk van. Mai embernek is nem a magány az élete, hanem az, hogy legyenek társai, gyülekezetben, közösségben, és legyen valaki, a teremtő, aki megalkotott bennünket, aki segít abban, hogy megtaláljuk az igazságot, megtaláljuk azt az életet, ami teljes és boldogát tesz bennünket. Én magam is már több mint 37 éve élek ebben a kapcsolatban, egyrészt az Istennel való kapcsolatban, másrészt pedig a közösséggel, a gyülekezettel való kapcsolatban, és mind a kettőre nagyon szükségem van, mert Istennel minden nap megbeszélhetem a dolgaimat, a közösségben pedig kapok korrekciót, és én magam is beleadhatom azt, amin van. Tehát ez az, amit tovább akarunk adni, minél több embernek Magyarországon. Egyébként meg ez a Reménységfesztivál három napon keresztül a reménységről fog szólni. Mert van reménység. Annak ellenére, amit tapasztalunk ezen a világon, van reménység az embernek. Nem mindig ott, ahol keresik általában, de mi szeretnénk felajánlani egy utat arra, hogy mindenki kapjon látást és jövőt, és békességben, biztonságban élhessen. A pécsi helyi gyülekezetek hogyan készülnek erre a fesztiválra? Alapvetően a gyülekezetek saját szervezésben buszokat indítanak, Természetesen van arra lehetőség, hogyha egyik busz megtelik, vagy éppen üres helyek vannak, akkor legyen arra lehetőség becsatlakozni más felekezetek, gyülekezeteknek a, az utazásába. Az alapvető felkészülésünk az az, hogy mindenkinek legyen egy barátja, akit fel tud vinni erre a konferenciára, erre a rendezvényre. Nem nem szeretnénk, és a rendezőirodának sem célja az, hogy pusztán a keresztényeknek rendezzenek egy konferenciát vagy egy rendezvényt, hanem elsősorban olyan embereket szeretnének látni vendégül, akik még nem ismerték meg Krisztust. Hallották talán az üzenetet, az örömhírt, az evangéliumot, vagy még soha nem. A lényeg a lényeg, hogy még nem döntöttek Krisztus mellett. Külön célja és felhívása a központi szervező irodának az, hogy hozzon mindenki magával egy barátot. Ez az elsődleges felkészülése a gyülekezeteknek, hogy legyen egy olyan ember, valaki, ismerős, rokon, barát, családtag, akit fel tudnak vinni erre a konferenciára, hallja Istennek az üzenetét. A másik része, ahogy készülnek a gyülekezetek, van arra lehetőség, hogy a konferencián segítőként részt vegyenek, szolgáljanak született megtért emberek. Ennek van egy három alkalmas felkészítő tanfolyama, minden szerdán múlt héten, 18-án volt az első, 25-én lesz a következő, illetve a másodikán lesz a harmadik felkészítő tanfolyam. Ez arról szól, hogy hogyan lehet tanúságtétel tenni, bizonyságot tenni, hogyan lehet egy hatékony keresztény életet élni, hogyan lehet egy győztes keresztény életet élni. Felkészít ez a tanfolyam arra, hogy emberekkel hogyan foglalkozzunk, beszélgessünk, tanácsoljuk, támogassuk őket abban, hogy, hogy Krisztushoz közelebb kerüljenek. Hogyan tudnak feljutni a gyülekezetek erre a Reménységfesztiválra? Több közösség is szervez buszokat, három személy van, aki a buszok koordinálásával foglalkozik és náluk lehet folyamatosan jelentkezni. Már eddig is látjuk, hogy nagyon szép létszámban jelentkeztek, akik szeretnének elmenni majd a fesztiválra. Kik mehetnek el erre a fesztiválra? Igazából nincsen határ, bárkit szeretettel hívunk és várunk. Nem csak közösségeknek a tagjait, sőt, mitőbb az eddigi jelentkezések között látható elég érdekes mozdulás. Vannak, akik gyülekezeteknek a tagjai. Vannak, akik énekesekként mennek és vesznek részt majd az alkalmakon. Vannak, akik barátjaikat, rokonaikat hozzák el. De olyat is tapasztaltam én magam is már, hogy baráti társaságok hallottak róla, és egyik a másikat változotta, aztán jelentkeztek. Egy tíz fős csapat így jelentkezett már, akik szeretnének majd eljönni a fesztiválra. Mi a Reménység Fesztivál lényege? Ez a fesztivál maga a név érdekes, mert eddig evangelizációnak nevezték el, és most azért, hogy ne egy ilyen elkoptatott név legyen, ezért használták a rendezők, a szervezők ezt a szót, hogy fesztivál. A reménység az pedig azért fontos, mint név, hisz a világban olyan reménytelenek az emberek. Tele vannak kétségekkel, problémákkal, gondokkal, és olyan nyomorúság van, hisz minden reménytelenségről beszél. Minden arról beszél, hogy nincs holnap, bizonytalanságban vannak. És amikor a szervezők gondoltak, hogy milyen címet adjanak ennek, akkor gondolták ezt, hogy legaktuálisabb szó a reménység és a Katolikus Egyház is már csinált egy programot ezzel kapcsolatban egy pár évvel ezelőtt, hogy Reménység az Év címszava. Én nagyon hálás vagyok azért, mert a Billy Graham társaság már több éve célkitűzésnek választotta azt, hogy Európát, Közép-Európát és az Európában lévő volt szocialista államokban az evangéliumot úgy vigyék el, hogy hitelesen, egy nagyon nagy stáb működik. Egy évvel ezelőtt elkezdték a szervezést, és ö, egy munkacsapat, egy bizottság állt össze, mert a meghívó az a baptista egyház volt. Ők hívták meg Franklin testért erre az alkalomra, és amikor megkapták, hogy eljön erre az alkalomra, ettől pillanattól kezdve kinyitották a kaput, és az egész ökumenikus ö, lelkészeket, ökumenikus egyházakat meghívták, és azokat a kulcs embereket, püspököket keresték meg, többek között például az Erdő, Péter, e, Bíboros, Prímás, Esztergomi, Budapesti érsekét a Katolikus Egyháztól, Bölcskei Gusztáv püspököt, a zsinat lelkészi elnökét, aztán Gáncs Péter elnök püspököt az evangélikus egyháztól, Mészáros Kálman, ugye, mint baptista elnökként, dr. Szebik Imre az evangélikus egyháztól, Steinbach József püspök a Magyar Református Egyháztól, Dészabó Dániel pedig a Magyar Evangéliumi Szövetségtől, és van még egy támogató, aki a Budapestnek a főpolgármestere Tarlós István az, akik ennek az egésznek a védnökei. Ön szerint miért fontos a gyülekezetek számára, hogy elmenjenek erre a fesztiválra? Egyrészt a gyülekezeteknek azért nagyon fontos, hogy egy kicsit megerősödjenek, és észrevegyék azt, hogy mennyi ember van még körülöttük, akik nincsenek ott. Ez egy nagyon fontos lépés, hogy kimozduljunk saját magunk köreiből, és más embereket is megszólíthassunk. Másrésztről, ha pedig elviszünk valakit, akkor neki azért fontos különösképpen, hogy hallhassa az örömhír üzenetét. Ez egy alapvető dolog, hogy ilyen módon az emberek értesülhessenek Isten örömüzenetéről, üzenetéről, amit szeretnénk minél több emberhez eljuttatni. Ezzel a célral szervezik a fesztivált is eleve, ezzel a célral szólították meg már az elmúlt években Európa más országait is, és mi is így szeretnénk ezt.